Talán alig akad olyan bukovinai székely család Tolnában, aki nem képviseltette magát valamilyen módon Kismányokon, a székelyporta felavatásán. Illés Tibort a Népcsoport országos szervezetének elnöke fejében fogant meg a gondolat, hogy létre kell hozni Bonyhádon vagy környékén egy olyan helyet, mely jelképezi a bukovinai székelység történetét, és jelképévé válhat a végleges hazatalálás gondolatának is. Így épült meg a porta, mely magába foglal egy kápolnát, a bukovinai falvakra emlékeztető kertecskét, mely a települések neveit őrzi egy kereszttel, ahová az emlékezés virágait is le lehet tenni egy halottak napján, és egy hagyományos székelyházat, mely az ősök építőművészetét és mindennapi tárgyait mutatja meg a kíváncsiskodóknak. Jó Isten áldása, szenteltesse meg ezt a harangot az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez a harang került a kispanyoki székelyporta kápolnájának tornyába. A kis harang sokáig várta, hogy egyszer temploma legyen, de ahogy Illés Tibor fogalmazott, ez adta meg a kezdőlökést a porta kialakításához. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ez a hely a legjobb példa arra, hogyha van egy közös cél és akarat, akkor az minden nehézség ellenére megvalósul. Olyan rendezvényeket kell szervezni, olyan célokat kell megfogalmazni, amely céloknak van értelme, amely célok mellé van értelme odaállni, és ha ilyeneket találunk, akkor mindenki mellénk fog állni, mindenki támogatni fog bennünket, mert ezek a célok közös célok, és ezeket a célokat közösen valósítjuk meg. Azon fáradozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nem csak a nemzetnek, hanem az egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szolgálhassunk. Több éve fogalmazódott meg az ötlet, a gondolat. Kellett egy olyan ember, ez Illés Tibor volt, aki ezt megfogalmazta, és 7 nappal át éve dolgozott érte, és így lett pénz is, lett munkaerő, lett segítség, és alig egy év alatt, fél év alatt fel is épült a ház, úgyhogy örülök annak, hogy ez megvalósult. Még egy bizonyítéka annak, hogy a bukovinai székelység meg akarja őrizni identitását, hagyományait, és ragaszkodik ahhoz a magyar kultúrához, amelyet kint Bukovinában is megőrzött, és most már 77 éve őriz itt Magyarországon. Lehet egy jelkép is, annak a jelképe, hogy közös összefogással mit lehet teremteni, és bár a házainkat ott hagytuk, templomainkat ott hagytuk, településeinket, ahogy a halottainkat is ott hagytuk Bukovinába, 77 év alatt Magyarországon megkapaszkodtunk, mindazt az ősi kultúrát nyilván a megváltozott viszonyok között megőriztük, és remélhetőleg tovább is tudjuk adni. Ezed ez is etár, vigy ki a fogságból, vigy ki édesanyám, a purgátori bumból. Az egykori falvak ma élő idős lakói emlékeztek meg lakhelyük keresztjeinek megkoszorúzásával a székely falvakról. Összeszedtük a házacskákot, de egy nap csak bémulja a rádió, hogy a székelyek meneküljenek, mert jönnek vissza a szerbek. Az eszünk ki volt rekedve. Egy-egy tehánkötelit egy nagyobb gyermek kezibe adtuk, s a szekerre felhántuk az öregeket, s egy-egy a gyermekeket egy donyhára, s futtunk Magyarország felé. Mire idáig érkeztünk, mi annyit szenvedtünk, hogy reánk hullott még a Jézus véres. Méges, hála legyen a jó Istennek, hogy imá itthon vagyunk, s imá magyarok vagyunk. Kuka Rozália mesélte el a bukovinai vándorlás és szenvedés történetét. Andrásfalvi Bertalan néprajzkutató a bukovinai székelyek hazaszeretetéről mesélt. Mindenhol, ahol temetés vagy valami összejövetel volt, fölolvasták, elmondták a hazához kapcsolódó történeteket, adatokat róluk.
ez a hely itt a szeretetnek az eszköze. A szeretet az nem érzelem, kérem, az egy parancs. Ha a szeretetet nem mutatom ki, akkor az nem is létezik. Ha az anya csak szereti a gyereket, de nem öleli, akkor abból nem épül föl a gyermek. Ha hazát szeretem, de nem hozok érte semmit, ha nem tanulom meg a hagyományait, a művészeteket, amivel a szeretetet másokkal és a hazával szemben is ki tudom mutatni, akkor nincs haza szeretetem. És ez a ház hiába fog itt állni, ha nem töltjük meg ezzel az akarattal, ami hagyománya volt a bukonyai székelyeknek, hogy a haza szeretet mindenek fölött áll, hogy haza szeretet szükséglet, amikül betegek leszünk. Az ötletgazda Illés Tibor azt mondta, a jelen állapot csak a kezdet. A porta alkalmat ad további fejlesztésekre, így kézműves udvar, szállás lehetőségek és étkező is épül rövidesen a porta környékére. Miért is volt, miért is kellett építeni egy ilyen házat, Bukovina jelenleg épült házat? Ugye aki kint van, az kint kiment Bukovinába, tapasztalhatta, hogy hát kopnak a házak, hiszen 77 éve, hogy eljöttek a székelyek, és hát lassan nem lesz, amit megmutassunk az unokáinknak. Hát így jött az alapötlet, illetve volt egy másik is, amit szomorúan sokan tapasztaltunk, hogy hát sokszor ugye más házába kellett költöznünk, ugye akár, ahogy hallottuk, Bácskába, akár itt, ugye a kitelepített németek házába, és már meg is kérdőjelezték, vajon volt-e nekünk házunk. Hát én bátran mondhatom, hogy volt, nem is akármilyen. Tehát a bukovinai kultúra részét képezi az építészet, úgy gondolom, hogy be kell mutatni, át kell adni, és tovább kell a fiataink számára bemutatni. Itt is szeretnénk azért folytatni, hiszen portát neveztünk meg, ugye itt van most egy kápolna, illetve egy tájház, és hát a bukovinai székelyeknél ugye az életje így nevezték, hiszen ez hozzátartozott állat, ugyanígy nem lesz, de az is hozzátartozott, az ekétől kezdve a borona, tehát minden. Na most mi is ezt szeretnénk tulajdonképpen megvalósítani valamilyen szinten, hogy ezt a fajta milliót, tehát ezt az életet megvalósítani, és hát természetesen az észszerűség, tehát az, hogy ki is legyen használva, hiszen ez nem úgy, hogy itt lakunk, hanem úgy, hogy melléje még építve, és akkor a kézműves műhely például már jövőre már azt szeretnénk, hogy a nyári tábort ugye a fiatalok részére. Itt van lehetőség az ebédre, tehát a úgymond az ebédlő is van, vannak szállások kialakítva, amit rendbe kell rakni. Tehát Kálvária lelki úton úgy néprajzi szempontból is úgy gondolom adott a lehetőség arra, hogy is kötelez minket az, hogy mindenképpen tovább fejlesztve be tudjuk mutatni a bukovinai székelyek életét, ahogy Bukovinában volt. Szűcs László Mádéfalva alpolgármestere ajándékkal kedveskedett, gazdagítva a ház népművészeti gyűjteményét. Azt emelte ki, közös történelmi zarándoklat volt az avatás. A történelmi és nemzetiségi szálakat nem szakíthatja el sem földrajzi határok, sem az idő. Mádéfalva képviselőjeként a múltat, az emlékeket hoztuk magunkkal is kis székely közösségeitekben, hiszen tudjuk, hogy Mádéfalva számotokra is, bukovinai székelyek számára is szülőföldet jelent. Ez a név ma is ott él a ti szüleitek, nagyszüleitek emlékezetében, dalaitokban, meseitekben, amelyeket sok éven át megőriztetek. Az itt felépített és a mai napon megáldott székelyporta is azt bizonyítja, hogy ragaszkodtok őseitek életformájához, a menekülés, kitelepítés ellenére is őrzitek hagyományaitokat, melyek segítenek abban, hogy otthonná varázsoljátok, otthonotoknak érezzétek a mások által számotokra kijelölt életteret. Simon László polgármester azt emelte ki, néhány hete átadott Schwab-ház mellé most megépült a székelyporta, mely jelzi a településen a nehézségek ellenére együtt tud élni egymás értékeinek tiszteletben tartásával több népcsoport. A két ház pedig szolgálja majd a falu fejlődését is. Hatalmas eseményét Kismányokon, hiszen közelebb 3 héttel ezelőtt avattuk fel a német tájházat, és ugye most itt állunk a Nagy Boldogasszony templom mellett, ahol egy székelyportát avatunk, ugye a Székely Szövetség jóvoltából.
azt gondolom, ez óriási jelentőségű Kismányokon, de nem csak Kismányokon én azt gondolom, hanem az egész országban, ismereteim szerint nincs ilyen tájházszerű épület, mint amit Kismányokon most épült. Ez a székelyporta, a német tájház ugye mindenféleképpen szerintem az együttélésnek a lehetőségét jelenti, és abban bízom, hogy ezzel a két épülettel, beleértve a többi látványosságot is, talán be tudunk kapcsolódni a turisztikának a forgalmába itt Magyarországon.